Köszöntöm nézőinket, önök a Bonyhádi Naplót látják, tartsanak velünk, kezdünk! Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Bonyhád város vezetése és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, a Völgységi Város sportcélú fejlesztését és az arra nyert több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást. Évek óta fájó pontja Bonyhádnak a Percel kúria elhagyatottsága és a sebek, amiket az idő vasfogamart bele a műemléki, nem csak építészetileg, hanem történelmi, érzelmi vonatkozásában is jelentős épületbe. Az önkormányzat évek óta várt olyan pályázati lehetőségre, állami forrásra, amiből az épület nem csak megmenthető, hanem újra élővé tehető, bekapcsolva Bonyhád vérkeringésébe, ezzel pedig visszaállítva méltó helyére, hogy újra díszévé és büszkeségévé váljon a városnak. A kastélyt, Percel Mór honvédtábornok szülőházát ebben az állapotában valószínűleg utoljára látjuk. Sok szeretettel, megtiszteltel köszöntök mindenkit. Szerdán rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be, a kormány több mint 1,5 milliárd forintos támogatást ítélt oda a Völgységi Városnak. Ebből a támogatásból egy komplex sportcélú fejlesztés valósulhat meg, amiben a Percel kúria is jelentős szerephez jut. Több 100 millió forintról beszélünk, erre sajnos saját forrásból a városnak nincsen egyelőre lehetősége, és olyan pályázati felhívások, lehetőségek, amelyek a 2014-ben volt legutóbb egy norvég alapú pályázat kapcsán, amiben sajnos nem értünk, azóta sem álltak rendelkezésünkre, és ezért jött a közös gondolkodás, hogy akkor próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a sportfejlesztésbe ez is beleférjen. Ugye mindjárt tudjuk, hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül kollégiumként működött az épület, és 2008 óta áll üresen. A városban mindig is fontos szerepet szántak a sportfejlesztéseknek. Bonyhád az elsők között volt például 2010-ben, akik bevezették a mindennapi testnevelést az iskolákban. Most egy olyan sport- és rekreációs centrummá bővítik a városi sportpályát, bekapcsolva a Percel kúriát, ami a jövőben rendezvény- és sportközponttá alakul át, megőrizve az épület műemlék jellegét. A fejlesztés alapjaiban változtathatja meg a város sportéletét, nem csak a versenyszerűen sportolókra gondolva itt, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője. A kormány a múlt heti döntésén hozott arról határozatot, hogy egyedi támogatásként támogatja a Bonyhád város sportpályájának a felújítását, és ezzel párhuzamosan pedig a Percel kastély felújítását és rekreációs sportcélú felhasználását. 1,567,180,000 forintot kaptunk erre a fejlesztésre. 2020. december végéig kell a beruházásoknak elkészülni. Én azt gondolom, hogy ez az új fejlesztési lehetőség is a város sportéletét fogja fejleszteni, hiszen amikor sportról beszélünk, akkor nem csak a versenysportot kell megemlíteni, hanem a tömegsportot is, és akár a mindennapos testnevelésnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel is elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat támogattuk, ami egyébként a magyar jövő szempontjából legfontosabb. A szabad miniszterelnököt idéznem, aki épp a vasárnapi évértékelőjében fogalmazott úgy, hogy a vakszerencsének semmi nem köszönhető, minden mögött kemény munka van. Így voltunk ezzel mi is, mi hosszú hónapok, sőt mondhatom évek óta dolgozunk azért, hogy ez a bejelentés ma megtörténhessen. Aktív részesei voltunk minden fázisában ennek a háttérmunkának, természetesen államtitkár úrnak a partnerségével és segítségével, és mint ahogy ő is említette, Süli miniszter úrral, aki mint volt polgármester kollégája is, mint a Tolna megyei MLSZ elnöke is, és mint országgyűlési képviselő is segítette és támogatta ezt a törekvésünket. Úgyhogy elsőként mindenképpen Magyarország kormányának kell megköszönnöm azt, hogy a kérésünket meghallgatta, hogy egyetértett a mi fejlesztési elképzeléseinkkel, és hogy magát a megvalósítást támogatta, nem is kevés összeggel, 1,567,180,000 forinttal. Bonyhád egyedi kérelem alapján nyerte el az állami támogatást. A magyar kormány elsősorban a magyar családok támogatásával szeretne a továbbiakban is foglalkozni. A politikánknak a középpontjában a családok és a gyerekek támogatása van. Ezt a célt szolgálja azt is, hogy a sportcélú támogatásokra az elmúlt időszakban és a következőben is jelentős összegek mozdultak meg. Ez jelentheti akár a mindennapos testnevelésnek a bevezetését, jelentheti azt is, hogy számos településen, városban
kis településen megújultak a sportpályák, sportcsarnokok, illetve tornatermek épülnek, uszodák épülnek. Két beruházás valósul meg, de egy fejlesztési terv részeként. Egyrészt a sportpályán, a városi sportpálya újul meg, és kap új öltözőket, klubszobát, orvosi szobát, a centerpálya, edzőpályák, van amelyik műfüves borítással, van amelyik pedig réncsöves, öntözőrendszeres élőfűvel kerül megújításra. Parkolóhelyek bővülnek, a lelátó minden igényt ki fog elégíteni, és a szurkolók örömére remélem, hogy olyan állapotba kerül, ami alkalmasra teszi a tartalmas szurkolásra az ott töltött időt, és minden mást, amit megálmodott valamikor a BVLC néhány évvel ezelőtt, azt most ebből a forrásból meg tudjuk valósítani. A másik lába ennek a fejlesztésnek, az pedig a Percen 44-ben Percenmúru szülőháza, a kuriális háznak a felújítása, amely gyakorlatilag egy sportrekreációs funkciót fog majd ezentúl betölteni. Ez jelesül szállás helyet adva azoknak az ide látogató sportolóknak, akik edzőtáborokba, sportkonferenciákra, versenyekre érkeznek a városba. Természetesen más célral is igénybe lehet majd venni, hiszen egy konferenciateremmel, rendezvényteremmel bővül és újul meg majd ez az ingatlan. De az alapvető lényege az az, hogy olyan forrást kaptunk ezáltal és olyan támogatást a Magyarország kormányától, amivel ez a műemléképület hosszú évek óta üresen áll, nagyon rossz állapotban volt, nincs olyan bonyhádi polgár, aki bízom benne, hogy ne örülne neki, hogy most kap a támogatásból, ez teljes mértékben megújulhat, új tetőszerkezet kerül majd felújít megépítésre, a nyílászárók, homlokzatoknak a felújítására kerül sor, teljes gépészeti felújításra kerül sor, és ami még szintén nagyon fontos az épület megújulása mellett, és a nagyon jó célú hasznosítás mellett, hogy az udvar, amely természetvédelmi terület, a gyönyörű parkos fákkal is szintén megújulhat ebből a támogatásból. Országgyűlési képviselőként nyilván az ember elsődlegesen a saját körzetét támogatja, illetve szolgálja. Szerintem ezzel minden képviselő így van. És jó látni azt is, hogy egyébként itt Tolna megyében mi országgyűlési képviselők mindig közösen együtt tudtunk dolgozni. Gondolok itt Hirt Feri barátomra, aki már nincsen köztünk, Horváth Istvánra és Süli Jánosra, akikkel együtt dolgozunk most 18 óta, de hát nyilván már előtte is közöttünk nagyon jó kapcsolat volt, és munkakapcsolat volt. És amikor a megye fejlesztéséről van szó, akár sportról, oktatásról, kultúráról vagy gazdaságról van szó, akkor mindig közösen gondolkozunk. A sportpályán helyet kap még 2000 négyzetméteren egy atlétikai pálya, de egy rekordtán borítású futópályát és teniszpályát is kialakítanak. Az elmúlt években Bonyhádon közel 9 milliárd forintos fejlesztések valósultak meg. Hogyha végigvesszük, hogy az elmúlt néhány évben pályázati forrásokból 6 milliárd forintot hoztunk a városba, emellett persze azért meg kell említeni, és fontos is megemlíteni az önkormányzat saját forrásából történt fejlesztéseket. Ezek azért nagyságrendekkel kisebbek, de bízunk benne, hogy itt is növekedés van, mint ahogy már az idei évben megduplázhattuk ezeket a terveket, hogy idén mennyit fordíthatunk fejlesztésekre saját forrásból, és még az említett három egyedi döntéssel, amit a kormánytól kaptunk, ami a gyors felszámolással néhány millió híján 3 milliárd forintot tesz ki. A 750 millió északi elkerülő útnak a megépítése rögtön a ciklus elején, kezdő polgármesterként ezzel kezdtem a tevékenységemet ennek az intézése ügyében. A második a sportcsarnok felújítására, amire 674 millió forintos támogatást kaptunk, és most az 1 milliárd 567 millió 180 ezer forint. Ezt a három összeget, ha összeadjuk, ez tényleg néhány millió forint, ilyen 3 milliárdot tesz ki. A pályázati forrásból elnyert 6 milliárd, ez az egyedi döntéseken alapuló 3 milliárd, összesen 9 milliárd forint. 5 év alatt egy város életében én azt gondolom, hogy a helyemben bárki örömmel állna most. A sport és rekreációs fejlesztés kapcsán augusztus 31-ig zajlik a közbeszerzés és az engedélyezés, majd ezt követően 2020. augusztus 31-ig tartanak a kivitelezési munkák. 2019-ben a most bejelentett sportcélú fejlesztéseken kívül a város szennyvízhálózatát és a csapadékvíz elvezetést is rendbe teszik, de egy egészséglogisztikai központ is megépül a városban. Minden eddiginél több forrás áll rendelkezésére a városnak az éves működés finanszírozására. A képviselőtestület költségvetési rendeletéből kiderül, 6,1 milliárd forintból gazdálkodhat a város, és ennek megközelítően 66%-át fejlesztésekre kívánják fordítani.
Minden képviselő feltette a kezét a szavazáskor, jelezve egyetért a költségvetés tervezetével. Bár az elfogadott költségvetésben ma még 4 milliárd 628 millió forintos főösszeg szerepel, az első alkalommal ezen változtatni fog a testület, hiszen időközben 1,5 milliárd forintos fejlesztési támogatást nyert Bonyhád a magyar kormánytól. Az így kialakuló 6,1 milliárdos költségvetés azt jelenti, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, fejlesztésekben bővelkedő költségvetéssel vág neki a város az évnek, mondta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. A tervezése ugyanolyan metodikával készült, mint az elmúlt években. Ez egy nagyon jól bevált gyakorlata már pénzügyi osztályvezető asszonynak a vezetésével, hogy alulról építkezzünk, valamennyi intézmény, hivatal, az önkormányzat tekintetében minden egyes tényezőt, vagy az előző évihez mérten veszünk figyelembe, tényadatok alapján, illetve hát amit az életmódosításokat hoz, például a garantált béreknek a változása alapvető, hogy azoknak a tervezésével is szépen építkezve az összes fejlesztési igényen keresztül, létszámokon keresztül állt össze. A 6,1 milliárdos költségvetésből kétharmadnyi rész, több mint 66% fejlesztésre fog fordítódni 2019-ben. Szerintem bármelyik polgármester itt áll a helyemben örömmel nyugtázna ezt, hogyha ha lehetősége volna. Soha rosszabbat nem kívánok senkinek, magunknak sem. De természetesen ez amellett van így, hogy az a egyharmadnyi működési rész, ami nagyságrendileg egy 2 milliárdot tesz ki a főösszegből, az egy biztonsággal egyensúlyban lévő megalapozott költségvetést eredményezett. Mind az intézmények, mind az önkormányzat, a városközpont, a hivatal, bonyhádi közös önkormányzati hivatal tekintetében. A már megnyert források eredményeként idén befejeződik a szennyvíztelep rekonstrukciója, megépül az agrárlogisztikai központ, és a csapadék tisztkezelésére szánt beruházás végére is pont kerülhet. Megdupláztuk a tavalyihez képest, nem egészen, 92% mértékben több az idei saját forrásból megvalósulható fejlesztés, ez számszerűen 284 millió forint. És miután egy ekkora nagyságrenddel tudtunk bánni és eldönteni, hogy ezt mire költsük, ezért nagyon sok keretet bővítettünk az idei esztendőben, bővítettük az intézményi felújítási keretet 9 millióról 30 millióra, bővítettük az utak, járdák, árkok, parkolók keretét, ami az elmúlt években 10 és az árok kerettel kiegészítve 16 millió forintos nagyságrendben volt szokás meghatározni. Ez ehhez képest az idei esztendőben 35 millió forint, tehát ez is több, mint a duplájára növekedett. Aztán lényegesen változott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok a felújítására fordítható keretünk, ez is meghaladja a 30 millió forintot, ez az háromszorosa annak, mint amit az elmúlt években ilyen célra tudtunk fordítani. Külön nevesítetten szerepel a költségvetésben a József Attila utca rendbetétele is. Filóni Ferenc Ibolya azt mondta, nem várhatott tovább Bonyhád forgalmas utcájának rendbetétele, ezért döntött a testület amellett, hogy külön költségvetési keretet biztosítanak a beruházásra. Nagyon fontosak a fejlesztések, és tényleg öröm, hogy saját forrásból egyre többet tudunk fordítani a város tovább lépése érdekében, de azt is fontosnak tartom elmondani, hogy egyéb szervezetek, alapítványok kapnak támogatást az önkormányzattól, például a sportszervezeteink 30 millió forintos támogatásra pályázhatnak majd, amely hamarosan pályázati felhívás meg is jelenik a város honlapján. A kollégáimmal előkészítették a rendeletet, elfogadtuk, semmi akadálya nincsen annak, hogy közzé tegyük. A civilek maradtak a 6 milliós nagyságrendnél, de ennek az az oka, hogy alapvetően a CRLD pályázatból megnyert forrásunkból 83 millió forintot fogunk tudni köztük megpályáztatni, mert elsősorban az ő pályázataikat várjuk, és azért az nagyságrendekkel akkora nagy lehetőség, amivel bővülhet az ő büdzséjék az idei, illetve a jövő év esztendőben. És például a Tűzoltó Egyesületnek is 1 millió forinttal több jutott, a polgárőrséget egy magasabb összeggel tudtuk támogatni az idei esztendőben, tehát igyekeztünk nem csak a fejlesztésekbe, hanem az itt élő közösségeknek, szervezeteknek is a támogatást olyan mértékben megállapítani, ami könnyíti az ő munkájukat. Az idei pályázati lehetőségek és finanszírozás, de a gyermekorvosi ügyelet is a döntéshozók asztalára került az idei első völgységi önkormányzatok társulási ülésén Bonyhádon. Az idei év első ülését tartotta meg a Völgységi Önkormányzatok Társulása. Két fontos napirendi pontja volt a mai társulási tanácsülésnek. Egyrészt a 2019-es év költségvetését
fogadta el a társulás, másrészt pedig abban is döntöttünk, hogy kiírjuk újra a közművelődési pályázatot, amely nagyon sok településen, hagyományosan a falunapokat és egyéb rendezvényeket támogat évről évre. Összességében 2.300.000 forintos keretet szabtunk meg a költségvetésünkből. Ezekre a célokra bízunk benne, hogy idén is nagyon sok pályázat érkezik majd a társulás felé. Január 1-től a házi gyermekorvosi ügyelet is megoldódott. Ezt egy új gyermekorvos látja el, derült ki a beszámolókból. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó évet zártunk, azzal, hogy a ciklus elején olyan csoportosulásban állt föl a társulás, a megszűnést teljesen elkerülve és a társulás felosztatását, hogy mindenki megelégedésére tagok egy, tagok kettő, tagok három csoportba osztotta minden település saját magát, attól függően, hogy milyen feladatok ellátásában közösködik a társulásban. Innentől kezdve gyakorlatilag minden fekete-fehér, minden települési önkormányzat a saját döntése alapján olyan feladatot vállal önként, és kötelezően természetesen jogszabályi feltételeket betartva, és a törvény általi előírtaknak betartásával, amit muszáj neki meglátni, és amit saját maga dönt, ezért a hozzájárulások is ennek a mértékében zajlanak, úgyhogy innentől kezdve elégedettség van a társulásban, hogyha ezt mondhatom, hiszen senkire nincsen semmi ráerőltetve, és az biztos, ezt összefoglalóan elmondható az elmúlt évről is, meg az idejéről is, pont ennek a felosztásnak köszönhetően, hogy egyenként, külön-külön egy-egy kisebb település ezeket a feladatokat nemhogy nem tudna ellátni ilyen színvonalon, hanem egyáltalán lehetősége sem volna, hiszen nincs meg hozzá a kellő forrás, a human erőforrást és sok mindent mást lehetne mondani. Ezért van értelme együtt, közösen összefogva társulás formájában ellátni mind a szociális feladatokat, amelyeket a törvény ír elő számunkra, mind pedig azokat a plusz feladatokat, amelyeket önként vállalunk, ilyen a belső ellenőrzés vagy a völgységi levélnek a megjelenése például. A társulás 2004 óta működik, évente 6 ülést tartanak. A Bonyhádi járás 25 településén társulási összefogásban lát el kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat. A lehetőségek szerint fent kell tartani a hagyományokat és a kapcsolatokat annak érdekében, hogy a felvidékiség megmaradjon. Ez vezeti a Felvidéki Egyesületet. A szervezet tagjai azért gyűltek össze, hogy az idei esztendő programjait egyeztessék. Találkozóra gyűltek a felvidékiek a Bonyhádi Műfázban. Gazdag programot bonyolítottak a tavalyi évben, és az idei tervek is arról szólnak, lesz mit tenni a közösség érdekében. Volt tavaly megemlékezés a kitelepítésről, kiállítás nyílt a Tardoskerdi testvérváros segítségével, megszervezték a felvidékiek találkozóját, és regionális kórus találkozót hoztak létre. Szóval zajlott az élet. Velünk hasonló beállítódású kórisokkal tartjuk a kapcsolatot, de ezen kívül a polgármesterrel is természetesen, amikor szükséges, és minket tudnak mozgósítani. Ja, és még Tardoskerden is voltunk tavaly kétszer is, egy kórus jubileumon és a falunapokon. Csak az a kapcsolat él, ahol beszélgetés van, ahol elmondjuk egymásnak a gondokat, bajokat, és akik nem is ismerték egymást, egy idő után barátokként köszöntik egymást, és jó újra találkozni, illetve közösen tervezni, és azokat a terveket megvalósítani. Sajnos azok, akik kitelepültek, annak idején 70 éve történt, épp az idén lesz a kitelepítés zárásának a 70. évfordulója, ugyanis 1947. április 12-én indult az első vagon, és ez a nyugat-szlovákiai részről települtek, aztán a középső rész az a 1948-as év, és 1949. június 5-én jött az utolsó vagon szintén Felvidékről. Tartjuk a kapcsolatot éppen azért, mert sajnos a kintiek egyre inkább a kisgyerekek kapcsán nem tanulják a magyar nyelvet. Legalább a szülőkkel, nagyszülőkkel tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk őket ebbe az irányba terelni, hogy ha van magyar iskola, vagy magyar iskolába való járatás lehetőség, akkor oda menjenek. Megnézzük a politikai eseményeket is, bármennyire is messze vannak tőlünk, de ettől függetlenül oda szoktunk figyelni. Az idei évre a felvidékiek találkozójának a Fehér Laposok című rockopera meghívását tervezik. Ehhez azonban még forrást kell teremteni. Amikor egymás között vagyunk, akkor igyekszünk ezeket a
hagyományokat, népszokásokat valamilyen szinten föleleveníteni. Például a Tardoskeddi kopogtatót, ez egy ilyen karácsonyhoz kapcsolódó műsor, aztán a pünkösdőlőket pünköst kapcsán, mesemondó versenyünk van, az is lesz az idén március végén, és hát ott sajnos már a beszédünk nem az az igazi ízes, mint a fenti gyerekeké, a szlovákiai gyerekeké, de ettől függetlenül, mint anyag, mint néprajzi egység, a felvidéki meséket összegyűjtöttük, könyvekben van, és azokat adjuk tovább. A mai napra készültem egy olyannal, hogy több szakácskönyv készült el az elmúlt évben felvidéken, például Tardoskedden, Alsószeliben, és még lehet, hogy másutt is, és ennek kapcsán szeretném majd felhívni a tagság figyelmét, hogy aki amilyen egyéb otthoni receptet még tud, az legyen szíves és adja tovább nekünk. Ha már össze van gyűjtve, már az is egy dolog, mert hogyha valaki valamikor hozzá akar nyúlni, akkor van miből merítkeznie. Kuriózum régiós és talán országos viszonylatban is a bonyhádi férfi öreg fiú kosárlabda csapat. 25 éve folyamatosan működnek, és úgy oldják meg a minden csapatnál ezen a szinten jelentkező problémát, a játékos hiányt, hogy az új 30-asok, 40-esek mellett az idősebb öreg fiú mag is mindig megmarad. A csapat meghatározója volt a Baranyai Bajnokságnak, és visszatérve Tolnába, egyértelműen domináns a szekszárdi és környéki városi bajnokságban is. El vannak szépen a háttérben a bonyhádi kosaras öregfiúk, akik egyébként már 25 éve együtt vannak, és remekül küzdenek meg azokkal a gondokkal, amelyekkel más csapatok bizony nehezen és problémaként jelentkezik. Az 50-esek kiöregedése távozása után ugyanis nem jönnek a 30-asok, de még a 40-esek sem. Negyed százada él, létezik a bonyhádi öregfiúk. 25 éve játszunk így együtt, ez a csapat, és akkor hozzá fiatalok hozzánk kerülnek. Hát nyilván ők azért a sebességben már hozzánk képest sokkal gyorsabbak. Viszont mi próbáljuk a rutint és a tudásunkat adni ez a gyönyörű játékhoz. Nem is akármilyen nívon. Az első időszakban, a kezdetekben, 15-16 évig ugyanis nem a szekszárd környéki városi kosárlabda bajnokságban szerepeltek a bonyhádi öregfiúk, hanem a Baranyaiban, amely erősebb mezőnyel nagyobb kihívást jelentett számukra. És ott is rendszeresen az élmezőnyben szerepeltek a hetemezes bonyhádiak. Visszatérve Tolnába, jellemzően úgy dominálnak, hogy megnyerik a bajnokságot. Most is jó úton haladnak erre felé. Minden hétfőn megbeszéljük, hogy ki jön a mérkőzésre, és hát szerencsére 89-en mindig sikerül összejönni. Az alapfeltétel az volt, hogy csak akkor indulunk, hogyha 7-8 játékos minden meccsen ott tud lenni, és ezt be is tartják a srácok. Nem gondoljátok, hogy visszatértek Baranyába, hogy erősebb bajnokság? Nem. Hát már azért többnyire családos emberek vagyunk, nehezen tudunk azért már úgy összegyűlni, hogy megfelelő csapat találjunk ki egy Baranya megyei bajnokságra. Az erősebb, mint az Tolna megyei? Kicsit erősebb. Két-három csapat azt gondolom, hogy kiemelkedik, vagy ott is erősebb, a többi körülbelül egy szintű csapat. Az öregek a rutint, az állandóságot, a fiatalok pedig a dinamikát, a lendületet adják. Ettől a remek mixtől az egyik, hanem a legjobb csapat ebben a bajnokságban, most is a Bonyhád, és ezt a feltörekvő középcsapat Bátaszék ellen is bemutatták. Komsár Tamás vezérletével ugyan szívósan ellenálltak a hazaiak, ám 10 ponton belülre nem tudtak kerülni. Sült a bonyhádiak fegyvere, a gyorsindítás, a lendületes betörések utáni zicserekből rendben eredményesek volt, és az elhibázott bátaszéki dobások után a védő lepattanókat legalább 80%-ban ők szerezték meg, nem is maradt el az első helyet megerősítő bátaszék elleni idegenben szerzett újabb győzelem. Minden 2-3 évben kiöregszik 50-60 között, és jönnek a fiatalok, tehát folyamatos az áramlás? Nem. Tehát ez a csapat, a magja, az tényleg 25 év együtt játszik, és akkor egy-két fiatal játékos jön hozzá. Most Szekszárdról a Dorogi Laci jött hozzánk játszani ebbe az idénbe. Itt ki a legnagyobb rivális, aki meglepetést okozhat, akik ellen nem mehetek biztosra, akik vezérztetik a bajnoki cím megvédését? Hát szerintem mindegyik csapat erős, most az, hogy mi talán újak vagyunk, és lehet, hogy mi nem tudta készülni annyira. A Formalin csapatát néztem, akik szintén ugyanúgy veretlenül állnak a bajnokságban.
remélhetőleg egy jó meccset fog majd egymással játszani, de mindegyik meccs jó, mert jó újra játszani. Tavaly év kimaradt ilyen szempontból, mert nem jöttünk össze, Baranya-megyei bajnokságban nem tudtunk elindulni, és mindenképpen az ott a cél, hogy valamit mozogjunk, csináljunk. Ha együtt van a csapat, akkor legyen egy lehetőség egy szintére, ahol a csapat megméretteti magát. Egy év kihagyással, tehát 25 éve már együtt játszanak. És a csapatkapitány Amondó, ha az egészségi állapot is engedi, még akár 10 évig is együtt játszhat, ez a folyamatosan ugyan változásban levő, de az állandóságot is képviselő bonyhádi öregfiú kosárlabdása. Ennyi fért már a Bonyhádi Naplóba, tartsanak velünk legközelebb is. Kollégáim és maga nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!